Pakson a Táncsics Parkban tartottak megbeszélést azok a szakemberek, akiknek segítségével ezen a helyszínen székelykaput állít az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete. Az ötletgazdák célja, hogy az alkotással a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozzák. Jelen esetben Magyarországon Pakson azt szeretnénk, hogy ugyanezt jelképezze a városnak díszítő elemként, hogy a székelyember befogadó ember, épp ezért nyitott szárnyak lesznek rajta, és itt Magyarországon ezzel hálálnánk meg ugye Pakson városunknak, hogy itt lehetünk. Tolna megyének jelenleg Erdélyből csak Hargita megye a testvér megyéje, de tervezik egész Székelyföldet lefedni, így Kovászna és Maros megyékkel is testvérkapcsolatot létesíteni. Ezzel is erősítik az anyaországgal való kapcsolatot, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke. Azt reméljük, hogy paksiak, akik nap mint nap szembesülnek egy székely kapuval, kedvet kapnak arra, hogy még több székely kaput lássanak, és nyáron vagy évközben valamikor egyre gyakrabban el fognak látogatni Székelyföldre. Tehát ez a szándékunk. A székelykaput Pap Jenő fafaragó mester készíti, és Erdélyből érkezik majd Paksra.